2017-ben ünnepeltük Arany János születésének 200. évfordulóját. A Radnóti Színház ebből az alkalomból újította fel Bálint András Arany János estjét. Az előadás bemutatja Aranyt, mint fiatal szerkesztőt, majd a nézők elé varázsolja az édesapát, az idősödő férfit és az öreg napjait a Margit-szigeten töltő bölcs öreget is. A színművész szerint Aranyt nehéz megközelíteni, mert saját magáról nagyon keveset írt. Bálint András úgy véli, arany a magyar nyelv legnagyobb varázslója, aki rendületlenül hitt a költészet erejében. Az önálló esten a közönség a megjelenített költő eddig nem ismert oldalát is megismerhette. Engem mindig, mindig elsősorban a személyiség érdekel. Természetesen a műveken keresztül. Tehát milyen ember volt, milyen, milyen apa volt, milyen barát volt, milyen betegeskedő öregember volt, milyen hazafi volt, milyen szigorú, szigorú szerkesztő volt. Úgyhogy ha így a személyiséget én megjelenítem, ugye, mert egyes szemeső szemében beszélek, akkor talán könnyebb közel kerülni a költőhöz. Az esten az ismert versek és balladák mellett elhangzottak részletek Petőfi és aranylevelezéséből, a nézők megismerhették azt is, hogyan adott Arany János tanácsokat az ember tragédiáján dolgozó madácsnak. Bálint András az önálló est készítése során a műveken keresztül belehelyezkedik a költő személyiségébe. Én szeretem a pódium műfajt. Sokféle pódium van, van, amikor Háromszázal ülnek velem szemben egy egyetemi előadóban, van így egy szép elegáns polgári villában, mint a bench villa itt. de van úgy, hogy egy iskolai tornateremben, van úgy, hogy művelődő, van úgy, hogy színházban. Mindegyik helyzet más, mert mindegyik díszlet más, ezáltal ez mindig nagyon inspiráló egy színésznek. Az elkövetkező két hétben Sedjánszki Nóra kötet bemutatójára és karácsonyi koncertre várják a Bencsvilla közönségét.